Választás 2024 című műsorunkat látják. Ma az 1-es és a 2-es egyéni választókerület képviselő jelöltjeivel beszélgetek. A stúdió vendége Ács Krisztián, aki az 1-es számú egyéni választókerületben, vagyis a Belváros 1-ben indul a Fidesz színeiben a választópolgárok bizalmáért az önkormányzati választáson. Egy rövid bemutatkozást kérnék szépen először. Köszöntöm a nézőket. Én Várpalotán születtem, két lánygyermeknek az édesapja vagyok. A kisebbik lánygyermekem általános iskolás, a nagyobbik a helyi gimnáziumnak a diákja. Korábban 16 évig dolgoztam tűzoltóként, először Pétfürdőn, utána pedig Veszprémben. Mondhatjuk úgy is, hogy tulajdonképpen megjártam ezt a ranglétrát, hiszen a beosztott tűzoltótól a gépkocsi vezetőn át a különleges szerkezelőig tulajdonképpen minden egyes állomáson dolgoztam, és a legvégén pedig művelet irányítóként, ahol a legtöbb esetben ugye ezeket a szereket, felszereléseket és az embereket kellett irányítani. Ezt követően egy országos televíziónál riporterként dolgoztam Budapesten, majd ugyanennek a televíziónak a vidéki tudósítója lettem. Tulajdonképpen rengeteg kulturális és egyéb rendezvényen részt vettem itt Várpalotán, és én nekem az a célom, hogy a későbbiekben is ezeken az eseményeken részt vegyek. Egy alapítvány elnökeként is tevékenykedem egyébként szabadidőmben. Bizonyára hallottak is már a várpalotaiak róla, hiszen több alkalommal voltunk már itt Várpalotán, több ponton is olyan gyerekeknek és családoknak segítettünk, akik nem jutottak volna el ilyen helyekre, mint például egy táborozási lehetőség, illetve egy nagy sikerű családi napot is rendeztünk itt a sportcsarnok előtt. De nem csak Várpalotán egyébként, hanem az ország több pontján is jelen vagyunk, gyűjtéseket szervezünk, és olyan rászoruló családokat keresünk fel, akiknek hirtelen segítségem van szükségük. Hogyan összegezni az elmúlt 5 év munkáját? Mik voltak a célok? Milyen fejlesztések valósultak meg a belvárosban? Én azt gondolom, hogy a város szíve a belváros, ennek mindig fejlődni kell. Egy dinamikus, élhető város akkor lesz jó, hogyha ezek a fejlesztések megvalósulnak. Az utóbbi 5 évben például a Szent István utca 4 és 12 előtti társasház járda szakaszát újítottuk fel. Közvilágítás, korszerűsítése zajlott a város több pontján, a belváros tekintetében a Valstein János utcában, illetve egy teljesen új, okos gyalogátkelőhely is létrehozásra került az Újraki utcában. Ez elősegíti a gyalogosoknak az áthaladását ezen az útszakaszon, illetve ami egy jelentős beruházás volt ebben a városrészben, az a Felső Major, illetve a Rucsek utca közötti parkolónak a megépítése volt. Ez mintegy 30 millió forintba került, egy teljesen új térköves parkolót kapott. További fejlesztések voltak ugye a városháza előtt és a városház közben is felújítások voltak. Ezek a járdaszakaszokat érintették, szintén egy térköves járdaszakasz kialakítására került sor. Ugyanebben az időszakban elkezdődött a Gárdonyi utca mögötti piacparkolónak is a térköves részének a felújítása, amihez egyébként csatlakozott az a lépcsősor is, ami levezet a Korompai utcához, annak a felújítását is elvégeztük. Szintén ebben az évben a tanúszodával szemben is elkészült egy parkoló, ami szintén egy térkőzet, egy teljesen új parkoló volt, amit látjuk a parkolási igények miatt szükséges volt létrehoznunk. És hát dekoratív lámpák cseréjére is sor került. Én azt gondolom, ezek voltak a legjelentősebb fejlesztések ebben az elmúlt 5 évben. Amennyiben bizalmat kap a választópolgároktól, a belváros egyben milyen feladatok vannak még hátra, milyen igények merültek fel az ott élők részéről? Az elkövetkezendő ciklusban rengeteg feladatunk van még. A Szent István utca 4 melletti lépcsősor felújítását kezdtük meg, ami egyébként be is fejeződött, és ez mellett egyébként a Batsányi utcát és a Szent István utcát összekötő hosszú lépcsősornak a munkálatai is befejeződtek már. A továbbiakban a belvárosban a Táncsics utca végén lévő murvás területet szeretnénk egy igazi parkolóvá varázsolni, szintén egy térköves parkolót szeretnénk oda készíteni, és még ugyanebben az utcában szeretnénk, hogy a társasházak közötti zöld területeken virágosítást, fásítást hajtsunk végre, hogy egy kicsit parkosítsuk ezeket a részeket.
Amit még biztosan szeretnénk megvalósítani, az az, hogy a Rucsek utca végén van egy olyan murvás terület, ami nem igazán használható most az autósok számára. Itt is egy megfelelő parkolót, egy térköves parkolót szeretnénk létrehozni, illetve ez alatt a Waldstein utca és a Rucsek utca között egy belső parkolót is szeretnénk majd kialakítani. A terveink között szerepel továbbá, hogy a Szent István utcán az Öcsi cukrászda mögötti parkolóban egy 45 fokos parkolási rendszert szeretnénk létrehozni, azért, hogy a könnyebb és biztonságosabb parkolás megvalósuljon, illetve ehhez kapcsolódóan a piac parkolóban egy parkolóházat is szeretnénk létrehozni. A belvárosban és szinte az egész városban egy kamerarendszer fog kiépülni, ami mesterséges intelligenciával támogatott. Ez azt jelenti, hogy a bűncselekményeket és az esetleges baleseteket is időben észre tudjuk venni. Egy 24 órás felügyelet fogja ezt a feladatot ellátni. Mit üzenne most a választópolgároknak, miért tegyék le ön mellett a voksot június 9-én? Mint a belváros képviselőjelöltje, szeretném a tapasztalataimat a városlakókkal megosztani. Fontosnak tartom, hogy a belvárosi közösségeket erősítsük, meghallgassuk az embereket, a fiatalokat bevonjuk a közösségi eseményekbe, és én azt gondolom, hogy ha a választók június 9-én bizalmat szavaznak nekem, akkor az elkövetkezendő években mind a várpoltaiak, mind a belvárosiak érdekét fogom szolgálni. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.